Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket ma este is, sőt külön örömmel, hiszen a mai este ebben az évadban az utolsó, és mivel itt vagytok személyesen, tőletek személyesen tudunk elköszönni, és megköszönni azt, hogy velünk voltatok ebben az évadban is, és magától értetődő módon várunk benneteket a következőben is, ám mielőtt arról beszélnénk, csapjunk bele a ma estébe, hiszen az évadzárásra is nagyszerű előadók érkeztek hozzánk. Elsőként Gazsi Zoltán köszönhetjük a színpadon, aki az Iceberg ügyvezető igazgatója, és számos saját tapasztalatából merítkezve fog nekünk beszélni a vezetésről, ami egy nagyon sajátos, de nagyon fontos aspektusból kiderül, hogy a racionális és tudatos tervezés mellett hogyan kap szerepet az emberi tényező, és hogy milyen ereje van a rejtett emberi hálózatoknak. Fogadjátok sok szeretettel a színpadon Gazsi Zoltánt. Sziasztok. Köszöntelek benneteket, és hát nagy nyomás helyezedik rám, hogy a évad utolsó buliát ne roncsam el, plusz itt vannak a gyermekeim, akik életükben nem láttak még engem előadni, úgyhogy nagyon igyekszem, hogy ne roncsam el. A cégről annyit szeretnék csak elmondani, hogy Magyarországon már 22 éve vagyunk jelen, és nem reklámnak szánom, hanem lássátok a komplexitást. 7000 tonna salátát állítunk elő, 190 ember dolgozik gyálon, és hát nagyon komplikáltak a mindennapjai, mi szállítunk a McDonald's-tól kezdve az összes nagyvevőnek. Ez csak annyi, hogy körülbelül milyen üzletágban dolgozunk, és innen nyilván arra helyeződik a hangsúly, hogy hogy is telnek egy cég mindennapja. És azt fogjátok látni, hogy egy cég mindennapjaiban nagyon hasonló dolgok vannak, mint egy család életében. Konfliktusok, félreértések, meg nem értések, motiváció hiány, és ezeknek a különböző aspektusait szeretném nektek megmutatni. Már 6 éve dolgozunk egy bizonyos lean módszerrel, amit a japánok találtak fel, és a Toyota autógyárak ennek a módszernek az alapján indultak el. Az egész összeszerelő üzem, hogy lehet harmonizálni folyamatokat. Manapság minden cég ezzel szembesül, hogy mindenki olcsóban szeretne, jobb minőséget szeretne, és gyorsabban szeretne elérni, és ez csak úgy lehetséges, hogyha elkezdjük a saját folyamatainkat átvizsgálni, és mindenféle veszteséget kiszedni belőle. Ennek van egy technikai része, amit látni fogtad, de nagyon fontos az emberi része, hiszen az ember nagyon sok mindent tud jól csinálni, és nagyon sok mindent tud elrontani. Ugye Mérő Lászlónak biztos hallottátok már sokan előadását, van egy olyan előadás, a jövő kiszámítható-e, és hát nem túl bonyolult a dolog, vannak különböző elméletek, hogy lehet egy kicsit jövőbe látni, de igazából ez egy nehéz dolog. Azt látjuk, hogy mi azzal dolgozunk, hogy lehet minden nap egy új, rengeteg változót megfelelő módon harmonizálni az emberek segítségével. És azt tapasztaltuk, hogy azok a cégek működnek jól, akiknél tényleg azt lehet látni, hogy rugalmas emberek vannak, és nagyon jól tudnak alkalmazkodni a mindennapi kihívásokhoz. Miből áll az alkalmazkodás? Ez a Hewittnak van egy ilyen értékelése, hogy az elkötelezett és az elégedett embereket kell keresni. Ugye elégedett embert könnyen, vagy elégedett dolgozót viszonylag könnyen tudunk kreálni, hiszen jó sokat fizetünk neki, és nem kell dolgozni, alapvetően elégedett. De mi az elkötelezettség, ez miből áll össze? És 3 kérdésből egyébként, hogy elképzelje, hogy hosszú távon ott tud dolgozni, a barátait, ismerősét elhívja oda dolgozni az üzemhez, és hogy mondjuk a földön talál egy papírzsebkendőt, azt felveszi, vagy azt mondja, hogy majd ha jön a takarító, az ő dolga is felveszi. És ezek a pici kis dolgok hozzák a lényeges különbséget, hogy kik ezek az elkötelezett és elégedett emberek a cég életében, és ezeket hogy tudjuk minél magasabb arányban tartani. És hát lehet látni, ennek különböző faktorai vannak. Vannak olyanok, akik iszonyatosan elkötelezett, de abszolút nem elégedettek, ugye ezek a mártírok. Tehát kiteszi a lelkét a cégért, és egyszerűen senki nem értékeli az új munkáját. Van olyan is ember is, aki nem elégedett, nem elkötelezett, és nem lehet tőle megszabadulni. Tehát ott van 20 éve, és egyszerűen nem megy el, és nem tudjuk kirakni. És mindenkit, akármilyen cégnél tartottam előadást, mindenkinek a fejébe előjött a Marika, a Józsi, a különböző emberek, és ez tényleg így van. A lényeg az, hogy az a baloldali felső buborékot kellene erősíteni. És hát biztos sokan olvassátok Csíkszentmihálynak az elméletét, a flow elméletét. Én nagyon fontosnak tartom, én 40 évesen olvastam el. És a lényeg az, hogy lehet azt megoldani, hogy az emberek a maguk szintjén, maguk komplexitásában, de a készségei és a kihívások nagyjából hasonló arányban legyenek meg. Tehát magyarul, hogyha valakinek a készsége nagyon magas, de nincs hozzá megfelelő kihívás, akkor unatkozik, ha pedig nagyon magas a kihívás, és nincs hozzá készség, akkor szorong.
És ez a kettő állapotot, mind a kettőt el kell kerülni, készséget lehet adni tréningekkel, továbbképzésekkel, kihívást pedig lehet adni nagyobb területek átadásával, új kollégák a részleg növelésével. És ez, én mindig ezt szoktam évvégi értékeléseken nézni, hogy az emberek, a főleg a vezetők, hol vannak ezen a skálán. Tehát, ha mondjuk műszakvezető 10-es kihívásokkal szembesül, de csak 5-ös a készség, akkor nyilvánvalóan lehet, hogy minden nap bevesz egy nyugtatót, úgy jön be dolgozni. Ha meg a másik irányban nagyon túlképzett, és nincsen már kihívás, akkor unatkozik, és éppen a netet böngész, hogy hova lehetne elmenni, a CV online-on, hova lehetne elmenni, és egy új állást keresni. Tehát ez egy nagyon fontos szempont, és hát a multicégeknél jellemző, az én 14 évig egy multinál dolgoztam, jellemző ez, hogy azt szokták mondani, az embereket ki kell billenteni a komfortzónájukból. Én ezt egy kicsit továbbfejlesztettem azzal, hogy a feleségem pszichológus, és nagyon sok olyan embert kezel, akit megpróbáltak kibillenteni a komfortzónájából. Tehát én óvatosan vagyok ezzel a történettel, mert nem mindenki egyformán visel, és vannak erre külön tapasztalatok, meg külön mérések, hogy például akár egy szülésélmény, hogy milyen az első megküzdési stratégiája az életben, ennek nagyon maradandó nyomai lehetnek egy felnőtt ember életében is. Tehát, hogy az mindenki ismeri azt a mondást, beúrik egy oroszlán a szobába, nagyon sokféleképpen reagálunk rá. Valaki hirtelen elbújik, valaki menekülni akar, valaki a plafonra akar felmászni, tehát sok valaki megküzd az oroszlánnal, és ezek a megküzdési stratégiák nagyon messzire is visszavezethetőek. Én azt gondolom, az fontos ezt látni, hogy valaki ezt bírja, tehát ha holnap azt mondom egy kollégámnak, hogy holnap megkapja Albániát és Írországot, egyszerre örül neki, a másik kollega pedig, hogy arrébb kell tennem a székét az asztal mellett, és eddig nem ott ült, már attól beszorong, hogy úristen, új helyzet alakult ki. Tehát ezt kell figyelembe venni egy vezetőnek, hogy hol tudja ezt az emberi tényezőt figyelembe venni. És a Kaizen, ami a Lean módszernek egy része, több emberi fejlesztésekre alapú módszer, ő azt mondja, hogy a dolgozók egy egyszerű, mondjuk egy saláta vágó üzemnél mit csinálnak? Vágják a salátát. A középvezető azon dolgozik, hogy hát lehet, hogy a kést ki kellene élezni, a felsővezető meg lehet, hogy egy más típusú késsel kellene vágni. Igen, ám az a fontos, hogy ezt a módszert kiterjesszük, és már a dolgozókat is be kell vonni valamilyen szintű fejlesztésekbe. Erre van rengeteg, nagyon sok speciális módszer, amit mi alkalmazunk, de az fontos látni, hogy ez egy fontos dolog, hogy a dolgozók a standard munka mellett már kapjanak fejlesztési lehetőséget, mert egyébként egy monoton munkát nehéz jól csinálni. És nem azt mondom, hogy nálunk a salátavágók flow-ba esnek, amikor vágják a salátának a leveleit, de igenis lehet az életüket sokkal érdekesebbé tenni különböző módszerekkel, és erről majd lesz egy-egy példa. És a japánok egészen odáig eljutottak, hogy azt mondják, hogy gép és ember közötti harmóniáról beszélnek, tehát amikor a vágóberendezésnek a kését valaki berakja, és csak úgy kattan rá a kilincs, hogy kettőt berak a gumicsizmával, meg rávág egyet a kalapáccsal, akkor nyilvánvalóan ez a harmónia hiány meg fog jelentkezni, vagy jelentkezni fog az emberi kapcsolatokban is. És itt, ha valaki rámegy a Lean módszertan a neten, hát rengeteg mindent fog találni, több 100 millió oldalt szerintem, és általában arról szól, hogy milyen technikák vannak, halszáka diagram, Ishikawa, mindenféle technikai módszer, csak egy dolgot nem emelnek ki, hogy az ember hol van ebben a rendszerben jelen. És úgy is hívják ezt, hogy PDCA ciklus, Plan, Do, Check, Act, tehát egy vezető úgy gondolkozik, hogy ugye valamit megtervez, megcsinálja, kontrollálja, és utána korrektív akciókkal másképp csinálja, tehát rájtettem a lábamra a kalapácsot, legközelebb jobban figyelek, viszont az egyszerű dolgozó viszonylag egyszerűen működik. Azt mondom neki, rakja le a raklapot a sarokba, akkor oda rakja. És visszakérdezze, hogy ott van a sarokban egy nagy kupac víz, vagy egy nagy víztócsa, belerakja, mert ezt mondta nekem a főnök. És hogy lehet ezt megtenni, hogy az egyszerű emberek is maguk módján elkezdenek ezzel a PDCA ciklussal gondolkozni, és hát erre jó példa, hogy január 6-án egy cégnek elfogyott a saját márkás fóliája, hajnali 2:30-kor felhívott a műszak, vagy a csomagolós, mert nem tudta elérni a termelési vezetőt, hogy hát baj van, elfogyott a fólia. És akkor ugye az első gondolatom az volt, hogy örüljek neki, hogy engem a csomagológépes felhív. Tehát milyen jó nekem, hogy ilyen kapcsolatban vagyunk. A másik gondolat az volt, hogy miért nem jutott az eszébe mondjuk délután 6-kor, mikor átvette a műszakot. De nyilvánvaló, nem az utolsó guriga fólia elfogyásánál kellett volna ezt észrevennie. És ezt az embert meg lehet vonni a bónuszát, de alapvetően mi hibánk, hogy nem találtuk ki a megfelelő rendszert, hogy ilyenkor mit kell tennie műszak átvételkor, és hogyha azokat a folyamatokat nem tartja be, akkor lehet szankciót alkalmazni. De ez nagyon fontos dolog, hogy a következő ember pontosan ugyanezt a folyamatot hibát fogja elkövetni. Tehát rendszert kell adni a kezükbe, amit nekik végre kell hajtani. És ugye hát nagyon fontos, hogy ez egy japán módszer, és az Ázsiából Európával való integráláskor sok mindenre kell odafigyelni.
Egyik az ego szerepe, ami nagyon nem elhanyagolható. Tehát az, hogy mondjuk egy európai szervezetben mekkora az én képe a vezetőnek, az alapvetően meghatározhatja egy cég dolgait, és az egész másképp működik mondjuk Ázsiában. Vagy a változáshoz való viszonyulást emelném itt ki. Lehet, hogy sokan látták már, hogy ez a krízis szó, ez miből áll a kínai jelekben, ez a veszély és a lehetőség szó. Tehát, hogy hogyan áll egy változáshoz, hogy azt mondja, hogy de jó lesz, mert oké, most változik minden, nem, majd én a legjobbat kihozom belőle, vagy azon rágódik, hogy igazából eddig ez nem így volt, és most miért kell másképp csinálni. És hát ez egy elég komplex rendszer, az emberek mennyire változtatható. Én nagyon hiszek az ember változtathatóságában, de azt is lehet látni, hogy bizonyos igazából alap működésmódok nehezen változtathatóak meg. Tehát ha van egy krízis, valamiféle nagy katarzis az ember életében, sok mindent tud megváltoztatni, de egy normál működésmóddal ez nehéz. És vannak munkaköri leírás viszonylag könnyen át lehet írni, de mondjuk kognitív készségeket vagy motivációs dolgokat azért nem annyira egyszerű. És hát itt egy nagyon izgalmas képet mutatnék nektek, nem tudom, a Vicsek Andrásról hallottatok-e, mert hálózatkutatással foglalkozik, és ugye én tőle tanultam ezt, illetve egy könyvben, hogy a csomóponti emberek vannak, mint a Facebooknál az ember életében. Tehát mindenki tudja, hogy 4 lépésen keresztül mondjuk Obamát megtalálja, de ez azért nem ilyen egyszerű, mert vannak csomóponti emberek, akik szükséges ahhoz, hogy a 4 lépésen ez megtörténjen. És én úgy nézem a cég felépítését, ugye így néz ki egy igazi szervezeti ábra, hogyha ránézel erre az ábrára, mindig, minden cégnél, tehát higgyétek, rengeteg cégnél voltam mindenki, ha ránéz, alapvetően rendben vannak az emberek. És azt kell megkérdezni, hogyha ez a csapat fölmondana holnap, mit tennék? Ki az, akiért mindent megtennék, és harcolnék, hogy maradjon itt, ne menjen el? És ki az, aki igazából már ott van 20 éve, és hatalmas megkönnyebbülés lenne, és már szervezném neki a búcsúbulit, venném a virágot, mennék a görög étterembe, elbúcsúztatnánk, és azt mondják, nagyon sajnáljuk, hogy elment, igazából egy megkönnyebbülés lenne. És egészen más érzések keltődnek akkor, ha valaki így néz erre egy ábrára rá, vagy úgy, hogy ki az, akit igazából meg kellene szüntetnem a munkaviszonyát. Ja, nagyon izgalmas a helyzet, hogy a organigram mennyire fedi le a valóságot. És erre van egy kutatási módszer, a Barabási Albert Lászlónak, hogyha valaki olvassa a könyveit, a hálózat kutatása, Vicsek Andrásék a magyar verzió, akik ezt továbbfejlesztik, vagy illetve akik dolgoznak ebben, egyetlen egy kérdést tesznek fel, hogy a szaktudása vagy tanácsra van szükséged, kihez mész el? És mondjuk egy így néz ki, ahogy látjátok az ábra, egy hagyományos szervezeti felépítés, van a főnök, van 3 vezetője, és alatt a különböző emberek, és megkérdezik ezt az egy dolgot, hogy kihez mész tanácsért, és így szétesik a szervezet. És nagyon nem azt találjátok, mint a normál organigram esetén. Vannak központi emberek, vannak emberek, akik átlépnek 2 szintet, van olyan ember, aki csak a saját csapatával beszél, van, aki azzal se beszél, tehát mindenféle érdekes helyzet alakult ki. És voltam egy cég, hogy 6 darab karbantartó volt, meg egy karbantartási csoportvezető, és amikor beszéltünk el a dologról, mondták, hogy náluk is ez történt, megnézték ezt a dolgot, és a 6 darab karbantartó nem a főnököt jelölte meg, mint tanácsadó, mint szaktanácsadó. És akkor ezzel elkezdtek gondolkozni, hogy miért nem. És hogy itt jön be az emberi faktor, sok mindenre lehet gondolni, hogy az egy nem jó kommunikál, stb. És azt mondták, hogy büdös a szája. És nem mennek hozzá, elkerülik. Mindent megtesznek, az információt máshonnan szedjék össze. És lehet azt mondani, ez nem a mi dolgunk, az embereknek, ez a cégnek ez nem témája, de higgyétek el, ilyen emberi tényezők járulnak ahhoz hozzá, hogy valamilyen információ a szervezetben tovább terjed, vagy nem terjed tovább. És ugye izgalmas a dolog, ezt hívják izolált tudásnak, tehát hiába ő a nagy szakértő, ha senki nem megy hozzá a szaktudását átvenni. És ezzel a helyzettel mit lehet kezdeni, ez egy külön téma lenne. Nagyon fontos azt látni, hogy hiszek abban rengeteget beszélnek a big dataról, hogy információ, adatelemzések, és én ugyanezt találom a mi kis üzemünkben, hogy az élő szervezetek azzal tudják a versenyképességet fokozni, ha megfelelő információt gyűjtenek, és ezt jól rendszerezik. És hát elmutatok nektek 2 példát, ha ránéztek erre az ábrára, ugye láttok legókat. Meg tudjátok-e mondani, hogy hány darab legó volt az ábrán? Tippeljetek. 50. Jó. 30, 20, 50, oké, megyünk tovább. Ha így mutattam volna meg ezt az ábrát, és mondjuk hagyom egy-két perc, vagy egy-két másodperc, hogy visszaveszem, akkor nagyobb valószínűséggel meg tudjátok mondani. Tehát azt nem túl bonyolult bebizonyítani a dolgozóknak, hogy miért van szükség rendszerekre. A nehezebb dolog az a gyökérok keresés. Van ez a kis ábra, a kis dominó, eldől. Mit keresünk, miért dölt el a dominó? Nyilván az előttől levő dominó döntött el, azt meg az előtt levő,
és hogyha azt keressük, hogy miért dőlt el a ház előtte kis dominó, abszolút tévúton vagyunk, mert nyilvánvalóan a dominó másik végét kell keresni. És innen jönnek az izgalmas kérdések, a gyökérok, feltárások, hogy valóban megtaláljuk-e egy-egy probléma okát, hogy miért indult el valami. Elromlott valami, az emberek általában rávelyek a leglogikusabb magyarázatot. Tehát minden nap ezzel szembesülök, van egy probléma, miért? Hát biztos nem jó volt a nyersanyag. Biztos ez? Oké, ezt én is tudom, milyen lehetséges magyarázatok vannak. Engem az érdekel, hogy konkrétan mi történt. Tehát 10 esetből lehet, hogy 9-szer az igaz, de ha pont a 10-ben futunk bele, azt észrevesszük-e. És itt vannak a kommunikációs félreértések, hogy ezt tervezte meg, vagy ezt akart a vevő, a projektmenedzser így tervezte meg, így pedig kivitelezték. És ha mondjak egy egyszerű példát nektek, hogyha azt mondjátok a saját páratoknak, tehát a Linnel azért érdemes foglalkozni, mert a saját kommunikációtok fog ezzel javulni. Ha azt mondod a párodnak, hogy mész hazafel az autóba, hogy figyelj, hozzá már nekem létszél egy kis sajtod. Hazamész, és hoz neked 5 deka trapistát, de te 2 deka ementálira gondoltál, és megvan a balhé. Tehát meg tudod-e fogalmazni megfelelő módon, hogy mit szeretnél, a kis darab sajt, meg egy pici túrót, vagy bármi, ez nagyon könnyen félreérthető, és mindenkinek az agyában másképp alakul ki. És hát ugye a Lincsi apát, itt volt korábban már a Lincsi apátnak az írója, vagy írt, aki lefordította ezt a történetet. A tudás határa, idős számításunk 800 szerint már arról beszéltek, hogy igazából a tudás határai nagyon vegyesek, mert nagyon sok mindent tudunk olyan dolgokról, amire nincsen szükségük, és nagyon keveset arról, amire igazán szükségünk van. Tehát saját magunkról nagyon keveset tudunk, és rengeteget tudunk az anyagi világ dolgairól, amire nem rendnek ekkora szükség. És én ugyanezt tapasztalom minden napokban, a legtöbb probléma abból adódik, hogy az emberek félreértik egymást. Másképp gondolják, majdnem úgy gondolja, de a másik egy picit félreérti a dolgot. Ebből most nem mennék be, rengeteg példát tudnék hozni. Mondtam, hogy egyszer majd elmegyek nyugdíjba, akkor fogok egy könyvet írni a félreértések tárházáról, mert nagyon izgalmas az egész. És az emberi iceberget, hogy nem tudom ezt az ábrát kihagyni, hogy egymásról is sok mindent tudtok, van egy olyan szint, amikor még gondoljátok, és van egy olyan szint, amire senki nem tud már semmit, és hát innen jön a hiedelmek, meg a paradigmáknak az izgalmas köre. Ha valaki elolvassa mondjuk a történelmi tévhiteket, mindenki tudja azt, hogy a Hitler szobafestő volt, hogy Napóleon pici volt, hogy Szent Ilona szigetén megmérgezték, hogy a Nándor Ferihegyi diadalra harangoltak, és egyik se igaz. Ez mind be lett bizonyítva egy történész által, egyik se igaz, hanem mindenki szajkózza azt, amit mástól hallott, és nem igaz. Kinek van arra energiája, hogy megkérdőjelezzen dolgokat? És hát ugye az is egy fontos dolog, hogy a béke nem a konfliktus hiánya, hanem annak kezelésének a képessége. És ez egy fontos dolog, hogy ha ketten vagytok egy üzembe, előbb-utóbb van konfliktus, ez valakinek, vagy ti magatok feltaláljátok, de általában az emberek nem találják meg ezt a dolgot, hanem valakinek segítséget kell ehhez adni, és mi 2 pszichológussal dolgozunk, aki minden héten egy-egy napot itt van. Ha megtennétek nekem egy kis játékot, nem nagyon szeretem ugráltatni a közönséget, tehát semmilyen nem lesz, csak hogy hangosan mondjátok azt, hogy milyen színt láttok. Gyorsan és hangosan. Fekete. Na, azért volt egy kis zavarodottság a rendszerbe. Én csak azt szeretném mutatni, hogy ugyanez a típusú félreértések, meg logikai folyamatok mentén működik az emberi agy, és ezt talán láttátok már a neten, hogy ezt úgy el tudjátok olvasni ezt a szöveget, hogy semmi értelme nincs, de az agyad kiegészíti az információt. És a kérdés az, hogy amikor kiegészíti az információt, a megfelelő információval egészíti-e ki, vagy éppen egy rossz elemet rak be. És nagyon sokszor, ami nekem logikus valahogy, a másik dolgozónak vagy a kollégámnak egészen másképp logikus. Tehát ehhez szükséges nagyon pontos fogalmazás. Egy következőben, ki az, aki azt gondolja, hogy a baloldali, tehát a felhő a kiki? Ha párosítani kellene. Ugye logikus, mindenki ezt gondolja. Egyetlen egy ember találkoztam életemben, aki másképp gondolta. Ez a Kürt programozó csapatának a vezetője. 16 programozó, aki ugye a adatmentéssel foglalkoznak, illetve adatkinyeréssel. És ez az ember elkezdett velem vitatkozni, ez teljesen hülyeség, szerint a másik is lehet a kiki, attól, hogy ez most az emberek úgy gondolják, hogy hegyes, meg bubra, és semmi értelme az egésznek. És hihetetlen érdekes volt azt gondolni, hogy rengeteg jó IT szakember van, és mégse tudják kinyerni az információt a Winchesterekből, mitől speciálisak ők. Az, hogy másképp látnak dolgot, vagy legalábbis többen vannak a csapatban, aki egészen másképp lát dolgot. Paradigmaváltás. Hogyha megnézitek a baloldali képet, ugye egy csomó órát láttok rajta, a svájci óraipar így veszett el a uralmát a óra felett, hogy ők találták ki a kvarcórát.
egy világkiáltáson bemutatták, és le se védették, mert nem kellett fölhúzni, nem voltak benne kis fokaskerekek, hanem érdekes hülyeségnek tartották, mint innováció bemutatták, le se védték, és a japánok elvitték az egész üzletet, és 65 ezer órás vesztett el a munkáját 2 éven belül. Izgalmas, nem vették észre, mert benne voltak a saját csövükbe, egy órának hogy kell működni, és az óra egészen másképp működött. Mondanak egy példát az iceberg esetében, a jövfölcsi sarkon láttok egy ilyen rovar szűlőt, aminek az a neve, hogy Insect Trainer System. A tetejére feljön a víz tetejére mondjuk a kis hangya vagy a légy, ez egy külön kivezet, és akkor elmegy, hogy ne legyen a salátában semmiféle élőlény. És az ISS, hogyha azt mondod egy berendezése, hogy van egy angol rövidítése, az a legveszélyesebb, mert a dolgozó, aki nem is tud angolul, már azt mondja, hogy semmi gond, majd az ISS kiszedi. Fogalma sincs, mi az ISS, de majd az kiszedi, és automatikusan rábízza magát. És én egyik este, vagy egyik reggel, amikor mentem dolgozni 4-5 évvel ezelőtt, bementem egy állatkereskedésbe, vettem gilisztát, tücsköt, mindent, összekevertem este, hogy nézzük meg, hogy tényleg az ISS mit szed ki. És a nagy megdöbbenésünkre egy csomó mindent nem szedett ki. Ez nem azt jelenti, hogy ki kell dobni, de hogy nem lehet magunkat teljesen rábízni. És akkor vettük ezt az optikai osztályozóberendés, ami teljesen más módszerrel, optikai kamerák segítségével, légnyomással lövik ki belőle az anyagokat. Tehát ez nagyon izgalmas dolog, hogy ha megnézitek a következő ábrát, arról lesz benne szó, hogy hogy gondolkozik egy átlag ember. Látni fogtok egy autót, ami megy 30-al, és látni fogtok egy autót, ami megy 50-nel. És mi lesz a kettő között a különbség? Nem tudom megállítani a felvételt, de várjátok meg, magatokba gondoljátok, hogy mi lesz a következő lépés. Tehát így ez a 30-as autó. Mi történik, ha 50-nel megy egy autó? Nem tesztellek titeket. Ugye ez az, amire általában nem gondolnak. Tehát mindig az automatikus dolog, hogy nyilván szétüti a fejét, hatalmas vértócsa, és nem. Hogy hol vannak a mindennapokban ezek a dolgok, amik egészen másképp működnek. Nem tudom, ismeritek azt a viccet, hogy kettő csiga megy a sivatagban, vagy az erdőben, nem sivatagban, kettő csiga megy az erdőben, és az egyik csiga azt mondja, hogy figyelj, hatalmas gond van, iszonyatosan lassan haladunk. Mire a másik csiga? Az jó, mert szerintem rossz irányba megyünk. Tehát a napok, minden napokban mikor teszed fel ezt a kérdést magadnak, hogy mindenki izzad, nem tud többet dolgozni, és nem is arra van szükség, hogy más kellene csinálni. És mindig kellenek emberek, akik megkérdőjeleznek egy cégnél dolgokat. Ugye az nagyon fontos látni, hogy a gyerekek kreativitása az határtalan. Van rengeteg videó erről, hogyha a gyerek nyugodt, az anyukája közelben van, akkor játszik, az anyukája elmegy, akkor hirtelen beszorul, befeszül, és azt látszik, hogy el kell sírni, és semmivel nem tud foglalkozni. Erre van rengeteg kísérlet. Tehát, hogyha én a cégnél holnap bejelentem, hogy 30% leépítést fog bekövetkezni, akkor valószínűleg ne várjak arra, hogy az ötletláda tele lesz kreatív ötletek, hogy hogy kellene másképp vágni a salátát, és hogy kellene másképp mosni. Hiszen arról azzal foglalkozik, beszűkül, a saját munkaviszonyát akarja meg. És nagyon sokan, én tényleg cégekhez járva, van ilyen, hogy egyszerűen tudják azt, hogy hatalmas átalakítás lesz, senki nem tud semmit, és azt várják, hogy nem értik, hogy miért nem, az emberek nem elég kreatívak. Azt lenne jó először beszélni velük, hogy ténylegesen mire lehet számítani, a nagy átalakítás mit jelent neked. Neked azt jelenti, hogy megmarad a munkahelyed, nem tudod megmarad a munkahelyed, vagy át fogjuk alakítani, mert egy csomó mindent lehet sokkal jobban kommunikálni, és előrelépni ebbe a dologban, és nem kell tart az embereket ilyen nehéz helyzetben. Vezetés. Nem tudom, hallottatok-e, a Budai Lászlónak van egy tangó tanfolyama. És egyszer láttuk egy ilyen csapatépítő tréningen, elhívták, és nagyon izgalmas volt látni, férfiak, nők egymással szemben, a nőknek be kellett csukni a szemét, a férfiak megfogják a vállukat, és szépen elkezdi mozgatni, és vinni kell, és a nőnek követni kell. Utána megy a másik nőhöz, és 5-6 férfi a különböző nőket is szépen vezeti körbe. És a végén megkérdezték a férfiakat, hogy na, milyen érzés volt nekik. És elmondták, hogy hát szerintem szuperek voltunk, nagyon finomak voltunk, érzékenyek, minden jó. Megkérdeztek a nőket, hát ez a titjatotyi népség, igazából meg kellett volna fogni a vállam, aztán vinni rendesen, hogy tudjak menni utána. Tehát teljesen mások voltak az elvárásai, az elképzelése a férfiaknak, meg a nőknek az elvárásai, és ott szembesültünk ezzel, hogy ami nekem finomság, a másiknak egy teljesen bénázás volt. És a mi a fontos az ebben a történetben, hogy van-e különbség azzal, hogy én vezetek, vagy úgy csinálom a dolgaimat, hogy elkezdenek követni.
nagyon pici a különbség, picinek tűnik, de hatalmas különbség a mindennapokban. Hogy én ezt meg tudom, hogy vezetésre törekszem, vagy úgy élem az életemet, úgy vezetem a céget, hogy nagyon sokan követésre alkalmasnak, vagy a követésre valónak találnak. És szerintem ez egy izgalmas kérdés, hogy a vezetők abszolút meghatározzák a cégeket. Tehát ez akárhogy is ez lehet nagyképűségnek hangzik, de ez így van. Egy felső vezető, egy menedzsment teljesen meghatározza, mik a cégnek az értékei, és ennek megfelelően kezd a cég működni. Nálunk mi az alapelv? És azt nem mondom, hogy nálunk mindenki hihetetlen tiszteletben él, de az biztos, hogy nagyon sokat tesz a vezetés azért, hogy az ember tisztelet egy fontos szempont legyen. És hogyha én minden nap mondok egy konkrét tanút, hogyha valaki elkezd cigányozni például, akkor ezzel én teszek-e valamit, vagy kiírom a falra, hogy az ember tisztelet nagyon fontos, de semmit nem foglalkozom ez a témával. És ezek nehéz témák, amit nagyon sokan próbálnak kerülni, én meg azt gondolom, hogy ezzel foglalkozni kell, mert igenis ez egy olyan téma, ami ha az ember tiszteletéről beszélünk, ez a mindennapi döntésekben fog megnyilvánulni. Én volt olyan, hogy egy Facebookos ilyen cigány viccezős történetnél egy embert kiraktam, és azt mondta, nem érdekel, hogyha beperelnek, vállalom ezt a pert, mert én ezzel nem értek egyet, és igenis, lehet, hogy nincs hozzá jogom, de megegyeztem a munkavállalóval, jobb, hogyha megválunk egymástól. Lehet, hogy jogilag nem tettem jól, de azt gondolom, ezek az értékek nagyon fontosak, és ezt maximálisan igyekszem képviselni. Ugye a vezetői elkötelezett, sokan azt mondják, hogy elkötelezett a vezetőség ez meg az iránt. A kérdés az, hogy részt vesz-e benne. Azt, hogy én azt mondom, hogy biztosítok neki feltételt, hogy termet le tud ülni, tud egyeztetni, az nagyon nem ugyanaz, mintha időnként megkérdezem, hogy hogy vagytok, bemegyek, megnézem, hogy mit csinálnak, érdekel a téma, amivel foglalkoznak. És a kettő között nagyon nagy a különbség. Néhány könyvet említenék gyorsan, a Shackleton Modell, ez a déli expedíciónak a könyvére szól, apukám 74 éves, mikor odaadtam neki egész éjjel, nem tudta aludni, nem bírta lerakni a könyvet. Fantasztikus, érdekes, egy expedíció során nézik meg azt, hogy milyen vezetői elvek szerint tudtak összetartani, nem tudom, 40-valány embert, és mindenki úgy tért vissza az expedícióról életben, pedig nem érték el a déli sarkot, tehát a sikertelen, sikeres expedíció történt, de olvassátok el, nagyon tanulságos. A másik a vezetésről szóló könyv, a Jóból kiváló, ezt is szerintem fiatalok vagytok, nektek kell megváltoztatni a világot. És nagyon fontos, hogy olvassátok ezt a 2-3 könyvet el, mert elképzelhető, hogy valami meg fog változni, én rám nagyon nagy hatást tettek ezek a könyvek, és azt látom, hogy például azóta abszolút emberekben gondolkozom. Tehát amikor keresek egy beszerzőt, egy műszakvezetőt, egy csoportvezetőt, abszolút készséget keresem, hogy benne van-e az, hogy ez érdekli, és onnantól kezdve tök mindegy, hogy milyen szakmát végzett, mert jól tudja csinálni. És az, ugye minden ember pótolható, ez egy jó mondás, csak hogy a valamelyik embernek a pótlása hatalmas energiába kerül, hatalmas veszteségekkel jár, míg a másiké sokkal könnyebb. A harmadik ilyen könyv az önigazolásról szól, Aronson írta, ez pedig arról szól, hogy az ember hogy húzza bele magát a saját történeteibe. És én azt gondolom, hogy ha egy könyvet olvasatok el saját magatokról, az ez legyen, hogy saját magad hogy véded, miért nem érsz oda időben, és hogy véded meg magad ettől az egésztől. Egy természetes önvédelmi reakció, de ebből nagyon nagy bajok származnak, amikor elveszi az ember az önkontrollját. És úgy indul, hogy orvos látogatóként kapott egy tollat, azt elment golfozni, miért ne golfozzak, azt elment Angliába golfozni, most úgyis orvosokkal találkozok, és akkor a Tájföldön a prostituáltak között részegen belefulladt a medencébe. Ez úgy indult, hogy tulajdonképpen elkezdett arról beszélgetni, hogy miért ne segítsem ezt a céget azzal, hogy ajánlom ezt a szuper jó gyógyszert. Tehát nagyon észnél kell lenni, hogy az ember mikor csúszik át ebbe a helyzetbe, hogy észreveszi a saját maga. A fenntarthatóságról sokan beszélnek, én Bércesi Robit imádom, és nagyon sokan azzal jöttek, hogy amikor az iceberg mit keres egy drogossal, én meg azt mondtam, hogy én ismerem a Robit, olyan értékeket képvisel a Robit, igen, belecsúszott valamibe, és ha én tudok neki abban segíteni, hogy ebből kijöjjön ez a kreatív ember, én mindent meg fog tenni, és bármilyen újságírót vállalom, hogy miért kerültünk mi a Bércesi Robi közelébe, és hol tudok én neki segíteni. És azt gondolom, az a mondás, hogy aki megengedheti, az mind megengedi, ez sokkal többet mond el, mint egy csomó fenntarthatósági konferenciának a lózunk szlövegei, amivel nem lehet mit kezdeni. Hogyan tanítson a vezető? Korzelszky Richárd atya, a Tihanyi apátságnak egy apátja, akitől azt tanulta meg egy előadáson, 70-valány, ez zseniális előadó volt egyébként, hogy valakinek az Úr tetteke, valaki mutatja meg, hogy mit akar, valakinek pedig szóval. És hányszor van az, hogy elmondom valakinek 5-ször, pedig 1-szer kellett volna megmutatni. Tehát fölismerjük ezeket a helyzeteket, hogy nem jó helyen nyomogatom rajta a gombot, mert ő másképp működik, mint a másik kollega, annál ez működött, ennél meg nem működik. Észreveszünk ezeket a különbségeket.
Ugye a szembecsítés a gyengékkel, hát ugye, aki hallotta már Szvetelszki Zsuzsának az előadását, a pletyka kutató, hogy egy vállalati, minden cégnél van pletyka, tehát nem az ellen kell küzdeni, hogy ne legyen pletyka, hanem azt kell nézni, hogy milyen típusú pletykák képződnek, és azok egy jellem, vagy egy jó ábrázat mutatnak a cégről. És amikor nálunk volt egy hasonló, minden cégnél vannak pletykák, akkor azt csináltam, hogy az összes dolgozónak megvettem ezt a három nyúl mesét, hogy az erdőben hogy terjed a hülyeség, amit a nyulak terjesztenek. És azt gondolom, nem beszéltünk meg utána ezt az egészet, de azt gondolom, mindenki értette, hogy miért kapták. Vagy ha azt mondjuk, hogy az elvárt működésmód ki lehet tenni a falra, hogy mindenki legyen proaktív, kitartó, célorientált. Én ezt megpróbáltam másképp megmutatni. Azt mondom, hogy nem csinálgat, meg nem csinál, hanem megcsinál. Tehát, hogyha elküldi az e-mailt, nem érdekel, hogy nem válaszoltak rá, menjen utána, menjen be az ablakon, találja föl magát, mert a probléma az, hogy kifogás mindig lehet találni. Nem hívott még vissza, már hagytam neki üzenetet, nem tudok vele mit kezdeni. És alapítottam egy Folti díjat, már két évvel ezelőtt, a bátyámnak a kutyája foltos, hogyha elkap egy ilyen törölközőt, akkor az el nem enged, az egészen biztos. És azt mondtam, hogy ez a típus, hogy készítettem róla videófelvételt, karácsonyi bulin bemutattam, hogy ez a tulajdonság kell nekem, hogy elenged, elkapja, és nem engedi el, és végigcsinálja. És ez a Folti díj, amikor az első ember megkapta, abszolút láttam mindenki, hogy miért ő kapta meg. És ezt a működésmódot kell valahogy utánozni, és szerintem ilyen kreatív módszerekre van szükség, mert mi kell az, hogy átmenjen az üzenet. Vagy amikor azt mondjuk, hogy a dolgozó a cég legfontosabb erőforrása, mi azt tesszük, hogy minden karácsonykor mi magunk főzünk a dolgozóknak. Összeül a vezetés, és akkor kitaláljuk, hogy mit főzünk, és most már 200 főre kell majd főzni, hogy össze kell magunkat kapni. De azt gondolom, sokkal érdekesebbnek találom ezt, mint elhívni őket egy étterembe, amit nyilván megengedhetnénk magunknak, de valahogy ez a gondoskodásnak sokkal vagy jobb példája. És hát arra, hogy a frissesség művészet, ugye ezek a kreatívakat nem csak nektek, mint fogyasztóknak készítjük, hanem a dolgozóknak is, hogy tudjuk kreatívan megmutatni azt, hogy amit ők csinálnak, az tényleg egy művészet, és a művészekkel dolgozunk, és nagyon értékeljük azt a munkát, amit ők végeznek. Köszönöm szépen a figyelmet, és egyetek sok salátát!